Képzelje el, késésben van, áll a dugóban, és döntést kell hoznia. Másik útvonalat választ. Lehet, hogy úgy gyorsabban célba ér, de lehet, hogy az pont ilyen vacak, sőt rosszabb. Mit tesz? Hogyan reagál a nyomásra? Szerencsére a GPS eligazít az alternatívák között. De mi a helyzet más mindennapi döntéseinkkel, a munkahelyiekkel, ha nagy a tét? ha jelentős kihívásokkal néz szembe, hogyan lehet biztos benne, hogy a helyes döntést hozza meg. Egyszerű a válasz, a magatartási kódexünk. Gondoljon rá úgy, mint a munkahelyi döntések GPS-ére. A kódex bemutatja értékrendünket és keretet ad a szervezeti prioritások megértéséhez, az ezeket tükröző döntések meghozatalához. Valójában ezért alkottuk meg, és ezért szeretnénk, ha használná. Világos utat mutat az etikus munkahelyi döntéshozatalhoz, amely megfelel szervezetünk értékrendjének. Persze a GPS-hez hasonlóan a kódex mellett is szükség van rá, hogy néha megálljunk és útbaigazítást kérjünk. Ha nem ért valamit, tegye szóvá. Segítünk a kódex rendeltetésszerű használatában, hogy megmutassa a helyes, etikus utat.